Jó estét kívánok, ez itt a Csabai Forgatag. A moziban is bemutatták a Nyerekben, Békésben című filmet Békés Csabán. A film bemutatóján Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Dallos Gyula, a Kincsem Nemzeti Lovasprogram megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos tartott beszédet. A Nyerekben, Békésben című film szakmai bemutatóján Göttler Vilmos, Békés megyei lovas olimpikon, Krucsó Ferenc mezőhegyesi olimpikon és Rezgő Zoltán világkupa helyezett voltak a díszvendégek. Nagyapámnak voltak lovai, tehát egész pici koromban már lovak között motorkáltam, és utána középiskola is Szabadkai Gyorsítvon Békéscsabától nem messze oda jártam, akkor még volt az első évben ló szak is, és már ott elkezdtem Újki Gyorsra kijárni, a Méneshez. A 95 perces film rendezője, Major Gyula hangsúlyozta, hogy a ló az ember legrégebbi társa. Mint megjegyezte, a stresszel teli időszakban érdemes odafigyelni az állat és az ember közti kapcsolat jótékony hatására is. Fantasztikus dolog, amikor az ember kapcsolatot teremt a lóval is, különböző módokon találkozik vele. A filmben megszólalnak állattartók, tenyésztők, sikeres sportolók, olimpikonok, olimpián járt és bajnokságokat megnyert emberek, akiknek mind-mind valamilyen kapcsolata volt a lóval, és ez az életformájuk. Ebben éltek. A film elkészítése több mint 2 évig tartott. Az események mintegy 40 helyszínen játszódnak. Nagyszerű lovas közösségnek vannak a tagjai, akik között nagyon sok ismerőst látok. A rendezvényen Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, illetve továbbította Herceg Tamás országgyűlési képviselő jókívánságait. Dallos Gyula, a Kincsem Nemzeti Lovasprogram megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta a létrejött alkotás fontosságát. Ez egy hiánypótló, ennek már rég meg kellett volna történni. A Kárpát-medence népe számára a ló a szabadság jelképe, és ez a térség, ez arról híres, hogy innen indult el a modern lótenyésztés, és ebből profitál a mai napig a magyar lótenyésztés és a lovasport. A Nyerekben, Békésben, a megyében működő neves szabadidő és lovasport egyesületek tevékenységeit, programjait is bemutatja. A stúdióban itt van velem Major Gyula, a Nyerekben, Békésben című film rendezője. Szia, köszöntelek a stúdióban. Köszönöm a meghívást, szervusz. Arról korábban ugye beszélgettünk már, hogy több mint 2 évig tartott a film létrehozása, az alkotói folyamat, de arról nem beszéltünk, hogy miért pont a lovak felé terelődött most a figyelmed. Hát talán nem véletlen, de véletlennek is mondhatnám. Éppen egy filmet fejeztem be korábban, aminek az utómunkálatai voltak már, és még néhány forgatás, ez a Vadviharsarok című film. Csináltam egy filmet Békés megye természeti szépségeiről, értékeiről, egyedi értékeiről. A vadászati világkiállításra készült egyébként ez a film a megyéről, és akkor természetesen találkoztam a lóval, mint a természet ékességével, szépségével Békés megyében, és akkor jött az ötlet, a gondolat, hogy ebből talán kellene csinálni a lovakról kellene csinálni egy külön filmet, hiszen azért Békés megyében meghatározóak voltak a lótenyészetek, gondolok én itt Mezőhegyesre, ahonnan kiindult minden, és mindennek az alapja. És aztán addig-addig gondolkodtunk a producerrel, illetve a film dramaturgiával, hogy összeállt a gondolat és összeállt a támogatás, és akkor elkezdtük szervezni a filmet. Bocsánat, hogy szabadba vágtam, de a résztvevőket, alkotótársakat, ha nézzük, ki hogyan reagált a ló sztorira, ló történetre? Mindenkinek nagyon tetszett, leginkább a dramaturgnak, Szabó Zsuzsának, hiszen ő valamikor a Békés-megyei Lovas Szövetségnek az elnöke volt, de természetesen a producer is ráugrott a történetre, úgyhogy mindjárt nagyon ügyesen sikerült a támogatókat összehozni. Magyar Lovas Sport Szövetség támogatta egyébként a filmet, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is rábólintott, úgyhogy szerencsénk volt az indulással, mert mindjárt mindenki szerette volna, és mint ahogy itt a miniszteri biztos úr el is mondta, hogy állítólag ez egy hiánypótló film volt. Hogyan áll össze maga a film felépítésére, a nézők kedvéért, hogyha megosztanád velünk, mire számíthatnak majd?
Egy történeti visszatekintésre kell utalni az 1700-as évek végére, amikor Mezőhegyesen létrejött ugye II. József császár segédletével, illetve parancsára, hogy így mondjam, ez a katonai intézmény, a Mezőhegyesi Katonai Intézmény, ahol elindult Békés megyében a lótenyésztés. És aztán ez nagyjából a filmnek egy bizonyos részét áttekinti, bizonyos részét elfoglalja, és ezen kívül pedig megszólalnak benne híres sportolók, olimpikonok, akik nyertek olimpiákon megyénkből, Göttler Vilmos olimpikon, akkor most gyorsan Krucsó Ferenc olimpikon szintén megszólal a film, illetve azok, akik több-több bajnokságot nyertek, és a lóval szép sikereket értek el, és aztán jönnek a lótenyészetek, jó néhány van Békés megyében, a lovasklubok, akik a jövő nemzedékét nevelik. Miért lehet fontos, hogy jobban megismerjük magát ezt az állatot, illetve az állattartással kapcsolatos fontos tudnivalókat? Mert a természet része. Azt gondolom, hogy a ló egy fantasztikus állat. A ló az maga az őszinteség, a szabadság, a képzőművészetben is egy nagyon fontos helyet elfoglaló élőlény, tárgy, múzsa, azt gondolom, és aki lovat tart, aki lóval foglalkozik, annak azt gondolom, hogy az élete egész más minőséget ér el. A stáb egyik tagja a fiad, nem először dolgoztok együtt. Mit jelent számotokra a közösen végzett munka? Hát ez egy nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog együtt dolgozni, mert azt gondolom, hogy könnyű is, mert érzi a rezdüléseimet, hogy mit szeretnék. Nem kell sokat instruálnom, nem kell sokat magyaráznom, elmondom, hogy mit kérek, és azt fantasztikus módon megcsinálja, elkészíti. Másrészt pedig egy büszkeség is, mert hát mégiscsak a fiam, és nagyon tehetségesnek tartom. Milyen élményeket szereztetek a forgatás folyamán? Ezt mindig megkérdezik, hogy milyen élményeket. Folyamatosan egy élmény volt. Nem nagyon tudok kiemelni igazából pillanatokat. Nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, mint ahogy erről már beszámoltunk, hogy nagyon sokáig forgattuk a filmet, hiszen közben jöttek bizonyos események, meg azért 40 helyszínt össze megszervezni, megkoordinálni a forgatásokat, ráadásul Covid háromszori kitörése hátráltatta a dolgot, meg késleltette. Tehát nagyon sokáig készült, de azt gondolom, hogy mindenképpen meghatározó volt az olimpikonokkal való találkozás, a beszélgetés. Vagy Lázár Vilmossal, a 12-szeres világbajnokkal, azért beszélgetni, riportot csinálni vele. Gondolom, te is érzed, hogy ez azért nem egy rossz... Fontos, jelentős nevek. Ja, igen. De az öregek, mondhatnám az öregeket például, sarkadom, akik... Annak idején a TS-ben kezdték, a TS időszakban kezdték a 60-as években a lovaglást, és hogy ott hogy alakult ez ki egyáltalán, hogyan fértek hozzá a lóhoz. És nagyon nagy sikereket értek el a 80-as években ezek az emberek. Ha a korábbi munkáidat nézzük, például ami a Duna Deltáról szól, az a központi témája, illetve említetted a Vadvihar sarkot, mindre jellemző, hogy a természet szeretetről szól. Nevezhetünk téged természetbúvár, természetimádónak? Hát, ha így akarod, akkor igen. Kétségtelen, hogy van vonzódásom hozzá. Az ember és a természet kapcsolata érdekelt mindig is, de hát visszább is mehetünk, mert csináltam a filmet Szarvas Mátyásról, aki egy ultraterepfutó, és kétszer körbefutotta az országot a kék túrán, az országos kék körön keresztül. Tehát az érdekel leginkább nem csak a szép táj, meg a nyugalom, meg a harmónia, hanem az ember és a természet kapcsolata. Vagy akár hogyan tudja az ember legyőzni a természetet, hogyan tudja jó értelembe véve legyőzni természetesen, nem tönkretenni, hanem meghódítani, eljutni valahonnan, valahová, hogyan tud együtt élni a természettel. Ezek a hajós filmek, amelyeket csináltunk, most már hármat, ezek mind-mind erről szólnak. Mi lesz a következő filmed? Mit tudhatunk a terveidről? Hát egy hajós film, természetesen. Készen van már tulajdonképpen. Tavaly előtt voltunk lenne a Deltában ismét. Nincs még címe a filmnek. Ugye az előző az öreg hölgy szeretői volt. Ugye az öreg hölgy az a Duna, aki nem tudná, annak elmondom. És akkor ugye a Dunának három ága van.
a Kília ág legfelül, középen a Szulina ág, és lent pedig a Szentgyörgy ág. Mi ebből már kettőt megcsináltunk, a középsőt a Szulina ágat, és tavaly előtt pedig a Szentgyörgy ágat. Ez egy kanyargósabb, természetileg sokkal megmaradt, sokkal őshorosabb környék. Ezen is végigmentünk, és ebből szeretnék egy filmet csinálni. Duna Delta 2, ez a munka címe, de majd még valamit kitalálok hozzá, hogy ez jól is hangozzék. Hát sok erőt és kitartást minden munkához, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy meghívtál. Ez volt a Csabai Forgatag. Legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!